nem irigylem miniszterelnök urat, hiszen most két tűz közé került. Azért ott van egy Kárpátalja, ahol magyarok laknak, és ott van egy Putyin vezette Oroszország, ahova nagyon szívesen kijár, és Putyin is jár ide. Nagyon nehéz helyzetben van, külpolitikailag biztos, hogy nem szerencsés szerintem, amit az elmúlt években véghez vitt miniszterelnök úr. Egyet kell figyelem előtt tartani, hogy a háború zónából menekülő embereket nekünk segítenünk kell, legyen az ukrán, legyen az magyar. Mielőtt nagyon megsajnálnánk a miniszterelnök urat, mit szól az a kijelentéséhez, hogy Magyarország részese az uniós megoldásnak, és nem támogatja azt? Nem fontos itt a szóhasználat? De nagyon sok ilyen szóhasználata volt a miniszterelnök úrnak az utóbbi 12 évben, és én nem is hagyatkoznék arra, hogy ő mit mond, hiszen ő azt mondta, hogy ne nézzék, hogy mit mondok, hanem hogy mit csinálok. Azt nézzük meg, hogy az elkövetkezendő egy hétben mit fog ő csinálni, hova fog menni, és kivel fog beszélni.